Nyolc hónap után először ülésezik kedden a szekszárdi közgyűlés. Erre már az Én Szekszárd által 2019-ben megalkotott szervezeti és működési szabályzat, valamint a bizottságok összetételének módosítása után kerülhet sor, ami így sokkal jobban tükrözi majd a választói akaratot. Erről hétfői sajtótájékoztatóján beszélt a megyei jogú város polgármestere. Ács Rezső azt mondja, továbbra is 5 bizottság dolgozik majd a közgyűlési döntések előkészítésén, ám azokban az igazságosság elvét szem előtt tartva most kormánypárti képviselők és külső szakértők is helyet kapnak. Így 3 bizottság Éjjel-Szekszárd, míg 2 kormánypárti elnökséggel működik majd. Ez demokratikus előrelépés azután, hogy az Éjjel-Szekszárd 2019-ben az 5 bizottságból 4-be szinte csak a saját delegáltjait engedte beülni. A város lakosságának a fele az tulajdonképpen kiszorult a döntéshozatalból, most ez az aránytalanság áll helyre. A bizottságok így a korábbi 35 helyett 25 taggal működnek majd, ami jelentős megtakarítást eredményez. A pandémia ideje alatt egyébként folyamatos volt a munka a szekszárdi városházán, csak közgyűlési döntésből 259 született. Igaz, ezeknek harmadát az ilyen szekszártagok nem véleményezték érdemben. Több mint 2 hónapos munka után kedden már az új szervezeti és működési szabályzat szerint ülésezhet a közgyűlés. A módosításhoz olyan ellenzéki vezetési közgyűlések szabályzatai is adtak mintát, mint a fővárosi, a szegedi vagy a pécsi, mondja a Gábor Ferenc szekszárdi edzője. Az egyik legnagyobb változás, hogy az önkormányzati cégek és intézmények vezetői visszakapják a jogot, hogy 15 illetve 5 millió forintig saját hatáskörben intézzék a beszerzéseiket. Erre azért volt szükség, mert az Éjjel-Szekszárd úgy módosította korábban az SMS-t, hogy a cég és intézmény vezetőknek erre csak 200 000 forintig volt lehetőségük. Efelett előterjesztést kellett beadniuk a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak, akik döntést hoztak, majd vagy sikerült a beszerzés, vagy nem. Ez pedig a lassúsága miatt nem csak veszélyeztette a vállalatok és a hivatal működését, de rendkívül leterhelő is volt a városháza dolgozói számára. Arra irányult, hogy a döntéshozatal gyorsuljon. Azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sok előterjesztés, nagyon-nagyon sok munkával járó, úgy gondoljuk sokszor felesleges munkával járó előterjesztést kellett készíteni az önkormányzat intézményeinek, a gazdasági társaságoknak, a hivatalnak, és arra kért a polgármester, hogy ebben lépjünk egyet, és próbáljunk ezt a folyamatot hatékonyabbá tenni. Szintén változás lesz, hogy rendkívüli közgyűléskor nem lehet a helyszínen új napirendi pontot felvenni. Ez ugyanis gyakorlattá vált az Éjjel-Szekszárd vezetése alatt, ami miatt a kormánypárti képviselők egyszerűen nem tudtak felkészülni abból, amiről percekkel később dönteniük kellett. Nem tudunk róla semmit. Nem tudnak semmit a meghozott közgyűlési határozatok egy részéről, így reagáltak az Éjjel-Szekszárd tagjai még múlt héten azon a sajtótájékoztatón, amin arról akartak beszélni, hogy szerintük igazságtalanok az átalakítások. 2 évvel a megalakulásukat követően először álltak ki a sajtó elé tájékoztatót tartani, kérdezni viszont nem volt könnyű őket, mert bár beszélni akartak, válaszolni időnként mégsem tudtak. Ez a csapdüléseztek már? Elkezdődött a munkát? Hogyan? Kik a bizottság? Az Éjjel-Szekszárd megdöbbentő sajtótájékoztatóján másodpercek alatt hangzottak el egymásnak ellentmondó kijelentések. Az első különös jelenet Illés Tamással kezdődött, amikor arról beszélt, szerinte Szekszárd polgármestere nem vonta be őket a döntésekbe. Nincs kommunikáció, tehát korábban sem volt igazán, sajnos a polgármester úrral a pandémia alatt pedig teljesen elveszett ez a bármiféle együttműködési szándék, és hát a döntések jelentős részét a hátunk mögött megkérdezésünk nélkül hozta meg. Ugyanennél a témánál maradva viszont meglepő módon Rácz Zoltán másodpercekkel később megcáfolta a frakciótársa mondatait. A polgármester kiküldte véleményezése valamennyi pontot, amiben elvileg ő döntést hozott, és véleményt nyilvánítható. Érdemes megnézni azt is, miként reagált Illés Tamás Rácz Zoltán mondataira. Ezen a felvételen jól látszik, hogy Illés Tamás kínosnak érzi a frakciótársa szavait, ezért látványosan hátat fordít neki, majd valamit odasúg a többieknek, végül igyekszik eltávolodni Rácz Zoltántól. A sajtótájékoztatón azt is meg tudtuk kérdezni, mennyire tartják igazságosnak az Éjjel-Szekszárd tagjai, hogy a korábbi bizottsági összetétel szerint 4 grémiumban szinte csak a saját jelöltjeik ülhettek. Én szerintem ez a régi demokratikus
rendszerhez való visszanyúlást jelentette. Bomba Gábor az Ényeszekszárd frakció vezetője közben látványosan eltűnt a nyilvánosság elől, és nem vállal közös szereplést a vele szövetséges önkormányzati képviselőkkel. Az egyik utolsó megjelenésekor az MSZP csúcspolitikusaival egyeztetett. Igaz, az Ényeszekszárd azóta sem közölte, miről alkudoztak a szocialisták országos vezetőivel a Tolnai megyeszékhelyen, a magukat civilnek mondó képviselőik.